Nem enyhül a feszültség a szerb-magyar határon Röszkénél, ahol menedékkérő két nagyobb csoportja megpróbált bejutni Magyarországra kedden hajnalban. Azt nem tudni, hogy hogyan kerültek a határátkelő magyar oldalára. A határ szerb oldalán hosszú hetek óta veszteglő férfiak arra panaszkodnak, hogy a magyar rendőrök nagyon durván bánnak velük. Arról, hogy a rendőrök és a kerítésen átmászó menedékkérők között pontosan mi történt kedden hajnalban, csak a biztonsági kamerák tanúskodhatnak. Egyikük azt magyarázza, hogy azért akarnak átkelni az emberek a határon, mert elviselhetetlenné vált a helyzetük, nem bírják így tovább. És a magyar rendőrség nagyon keményen lép föl. Ütik az embereket, ahogyan az látszik a barátja sérüléseiből is, de vannak, akiket a mellkasukon vagy a fejükön sebesítenek meg. Semmibe veszik az emberi jogokat. Október vége óta növekszik a nyomás a szerb-magyar határon. Míg korábban alig 300 menedékkérő érkezett naponta a Balkán felől, az elmúlt hetekben ez a szám elérte, sőt meghaladta az 1000-et is.